Thank you.
énekeljünk közösen is. Béke jön tőled, Uram, öröm van nálad, Uram, és élet van benned, Uram. Zenélhetünk a te nagy neved dicsőítésére. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy itt vagy ígéreted szerint, mert te megígérted, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, akkor te ott vagy közöttünk, dicsőítünk és magasztalunk ezért. Köszönjük, hogy lelked által, igéd által itt vagy közöttünk, meg akarsz bennünket szólítani, készíteni akarsz bennünket a mennyországi életre, mert ott állandóan dicsőíteni fogunk téged, állandóan látni fogjuk orcádat, állandóan imádni fogunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy adsz ilyen alkalmakat. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg összejövetelünket, áldjad meg a szolgálatokat, áld meg a te igédet, szolgádat, aki hirdeti a te beszédedet. Segíts meg mindnyájunkat, Urunk, hogy ne csak külső szemlélői, passzív hallgatói legyünk a te igédnek, hanem segíts meg, Uram, hogy aktívan legyünk készek cselekedni, betölteni mindazt, amit te mondasz nekünk. Hallgass meg és cselekedjél az életünkben, munkálkodjál mindnyájunk életében. Amen. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét az Ezékiel proféta könyve 33. részéből fogjuk olvasni, az első verstől megkezdve a 11-es ige versig. Hallgassuk tisztelettel, figyelemmel tehát. Ugye, ahogy említettem, Ezékiel a könyve 33. rész, megkezdve az első verssel. Így van megírva Isten igéje. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mondd nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja úgy a lére a saját fejére szállt. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel, vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utól, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia, téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnös, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt,
de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnös, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek, ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, miért halnátok meg Izrael háza. Amen. Maradjunk így állva, és imádkozni fogunk a Jóisten áldásáért. Úgy Zoltán testvér, kérem, hogy hangosan vezessen. Istenünk, magasztalunk téged, hogy ezen a estén is, ezen a délutánon segítségül hívhatjuk ezen a nagyon szent nevedet. Köszönjük neked, hogy megnyitottad a te igédet számunkra, most is, és szólsz hozzánk a te igéden keresztül. Köszönjük a te szeretetedet, köszönjük kegyelmedet, köszönjük, hogy egyszülött fiatban az Úr Jézus Krisztusban közel jöttél hozzánk, és kijelentette, kinyilatkoztattad magadat számunkra. Dicsérünk és imádunk ezért a nagy kegyelemért, amit valamennyiünk számára felajáltál. Dicsérünk és magasztalunk téged azért, hogy annyira szerettél bennünket, hogy megértetted velünk a te hozzánk való jó voltodat és szeretetedet, és adtál nekünk kegyelmet, hogy hallgathatunk a te figyelmeztetésedre, a te szavodra, a te beszédedre, a te igédre, amikor hívtál magadhoz bennünket. Köszönjük, hogy magadhoz hívva az életünket kezedbe vetted, formáltál, tisztogattál bennünket, megújítottad az életünket. Itt vagyunk most, Uram, ezen a délutánon is. Kérünk téged, szólj a te igéden keresztül hozzánk. Szólj szent lelked által, munkálkodj a mi életünkben szent lelked által. Kérünk téged, hogy a te igédet tedd élővé és hatóvá a mi szívünkben, hogy elvégezhesse a munkát valamennyiünkben, akik eljöttünk és átléptük ennek a hajléknak a küszöbét ezen a délutánon. Hadd formálhass bennünket, hadd alakítsd az életünket, hogy egyre inkább hasonlók lehessünk te hozzá. Kérünk téged, hogy áld meg szolgádat. Kérlek, Uram, áld meg az ő életét, vezet a kezedbe őt, és használja őt ezen a délutánon. Ha te lelkeddel törzs be, adj neki, Uram, igazi üzenetet, te tőled, beszédeket, szavakat, amit el kell, hogy mondjon, amit át kell, hogy adjon mindjárt számára. Nekünk pedig adj hallófület, érző szívet. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és dicsőjük, és imádjuk a te nevedet. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. A szeretettel és megtiszteltetéssel köszöntünk, üdvözlünk mindenkit Isten házába. Örömmel, hogy újra telve látjuk az imaházat. Itt van egy pár hely, de kevés már. Meg annak is örülünk, hogy zenészekkel is bővölködünk, olyan szempont, még csak a fúvós találkozón még ennyi zenészt egy helyen, de az is szép volt, és az is jó volt. Hát örülünk ennek az alkalomnak. Üdvözlünk mindenkit, akár innen a falukból, a körzetből eljöttek, vagy más körzetekből. Örülünk, és az Úr áldjon meg bennünket az Isten tiszteleten, a Jóisten magasztalásában és dicsőítésében. Köszöntjük szeretettel a Nagyvárad Belváros gyülekezetnek a fúvós zenekarát. Látjátok, ők fehérben vannak mind. Meg van nekik egy valami a kezükben, ami fénylik, és nagyon szépen hangzik. És biztos egy kicsit izgulnak ők, gondolom a fiatalabbak. Én emlékszem arra, amikor a 30 éve Váradra költöztünk, akkor az akkori fúvós karmester Király Andris bácsi azt mondta, hogy te olyan fiú vagy, azt mondja, hogy benne kell legyél a zenekarba. Bevitt a zenekarba, és azt a nagy kürtöt, amit Dávid meg Béla foly, azt akasztotta a nyakamba. És még haza is vittem, nem volt hova rejteni, de kellett, megtanultam azon fújni, aztán azóta nem tudom, hogy mi jönne ki belőle. De ahol emlékszem, hogy mikor kellett zenéjünk, Istent magasztaljuk, akkor mindig annyira izgultam. Mi nem fújjon úgy, ahogy kell. Miért jön ki a hangom, úgy izgultunk. Tehát tegyétek félre ezt most. Mert biztos, hogy felkészültebbek vagytok, meg ügyesebbek vagytok ilyen szempontból. De most a jó Isten tisztelek, mert én is mind azt mondtam magam, hogy miért izgulok annyit, mikor Isten tisztelem. Hát miért kell ennyire félni, miért kell ennyire izgulni? De hát ilyenek vagyunk mi emberek.
De örülünk, hogy testvéreink elvállalták ezt a szolgálatot, készültek erre, idejében eljöttek, és meghallgatjuk a zeneszámokat, a bizonságtevéseket, és köszöntjük azokat is, akik elkísérték őket, családjaik, a gyermekeiket, vagy akik még velük együtt jöttek. Nem utolsó sorban köszöntjük szeretettel Sajlai Lakan lelkipásztor testvér, az aradi gyülekezetnek a lelkipásztort, kedves családjával együtt örülünk, hogy eljöttetek, vállaltátok ezt az utat, és testvérünk fogja az igét hirdetni, az evangéliumot hirdetni, lelkünk épülésére és hasznára. Mi majd hamarabb el kell, hogy menjünk, mert Négerfalván evangélizálunk, és oda is el szeretnénk érkezni. De ebbe is be akarunk egy kicsit kapcsolódni, hogy kapjunk ebből a dicsőítésből, ebből a szolgálatokból is valamennyit. Hát a Jóisten áldását kívánjuk az egész Isten tiszteletre, a szolgálatokra és az igehirdetésre. Mi pedig mindjárt nyitott szívvel, készséggel fogadjuk az igét, mert a Jóisten ennek örül. Kérjük szeretettel tehát a zenekar szolgálatát, ami után Kerezsi József testvér szolgálatát hallgatjuk. Thank you.
miről is szóljak el majd délután, és már megvoltam ijedve egy picit, mert egész héten kértem az Urat, hogy Uram, mi az, ami szeretnél tőlem hallani, és nem jött semmilyen gondolat, és már kezdtem izgulni a tegnap este. És ma éjszaka kaptam egy gondolatot, és azt mondta az Úr, hogy az ajándékról szóljon. Van olyan ember, aki nem szereti az ajándékot? Mit mondanak a testvérek? Én úgy gondolom, hogy nincs. Mindnyájan szeretjük azt, hogyha megajándékoznak bennünket. Mikor szoktunk ajándékot adni vagy kapni? Fontos eseményekkor, fontos fordulópontokkor, amikor az életünkben történnek olyan események, olyan ünnepségek, amelyeken szoktunk ajándékot adni, kapni. A másik kérdés, ami megfogalmazódott bennem, hogy miért szoktunk ajándékozni egymást, megajándékozni. És egy pár gondolat jutott az eszembe, hát hogyha elismerünk valakinek a munkásságát, vagy hogyha a megbecsülésünk jeléből szoktunk ajándékozni, vagy ajándékot kapni. És vagy ha hálánk jeléből szeretnénk valakinek meghálálni valamit, amit tett értünk, vagy közben jár. De ami a legfontosabb és ami a legnagyobb, és azt alá is húztam magamnak, az a szeretet. Ha valakit szeretünk, akkor annak egyértelmű és ösztönszerű az, hogyha ajándékot adunk. Vagy ha szeretnek bennünket, akkor megajándékoznak. Másik fontos kérdés, hogy milyen ajándékot illik adni, vagy ha kapni, az már nem tőled függ, de hogyha te akarsz ajándékozni, mitől függ ez? Szép ajándékot? Vagy ne talán értékes ajándékot, aminek értéke van? Minden esetben az ajándéknak ára van. Ha kapjuk, vagy ha mi adjuk, az valamivel kerül. És a másik kérdés az, hogy kinek kell kifizetni az árat. Ha én ajándékozom, akkor nekem kell kifizetni. Ismerünk ilyen ajándékozót a Bibliából, akik itt vagyunk. Aki értékes ajándékot adott. Isten. Nekem is ez jutott az eszembe legelőször is. A másik nagy kérdés, hogy milyen ajándékot adott Isten? Szépet? Jót? Vagy a legdrágábbat? A legértékesebbet adta. Az ő egyszülött fiát. Az Úr Jézus Krisztus. És azt mondja a János Evangélium a 3. rész 16. versen, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt az ajándékot lehet sokan a magunkénak tudhatjuk, de lehet vannak itt olyanok, akiknek még nincs meg ez az ajándék. Itt az alkalom, ezen az estén, hogy meg legyél ajándékozva
a legdrágából, az Úr Jézus Krisztussal. Én kívánom, hogy találd meg és add meg ezt az ajándékot, hogyha még nem a tiéd. Ámen. Újból kérjük a zenekar szolgálatát, amitán Juhász Sándor és Teofil fognak szolgálni. Most a zenekar miatt is, hogy itt is szolgáltam a bizonyságot, és a legfontosabb az, hogy az én
jogi közösségot köszönni. Én sem tudtam eddig. Amikor a biztonság kövésem előbb szeretném mondani testvéreknek azt az igeverse kezdeném, hogy ma az ő szavát halljuk meg a kövésük a bizonyunkat. Nem tudjuk még, hogy lesz-e még alkalom arra, hogy szól hozzánk, vagy az Úr, vagy nem szól, de a héten egész gyengeltettem, és elég nehéz volt kiállni, most is utána a testvérekkel szolgálni, de egy igeves változatot engem arra, hogy elmondjam azt, amit az Úr címen lehelyezett a Zsoltárok 25. részéből a 4. és 5. vers. Utaidat, Uram, ismertes meg velem, ösvényédet taníts meg engem, vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Várjuk megismerni Istent, várjuk megismerni az ő jelenlétét, várjuk arra, hogy tanítson bennünket, várjuk arra, hogy járjunk vele minden nap. És itt a Zsoltárossal nagyon egyetértek abban, ami itt az utolsó vers második részében van, hogy minden nap várlak téged. Várom az én megváltómat vissza, várom én készen az én megváltómat, vagy úgy várom, mint ítélő bírót, hogy megítél engemet. Testvérek, én azt kívánom, hogy ha ma hajt a jó szavát halljuk, akkor megnekedítsük a mi szívünket, mert tudjunk neki őszinte szívvel szolgálni, és neki élni. Ezen a testén ne hallgatjuk, hogyha szól hozzánk az Úr, fogadjuk el és járjunk vele, úgy, hogy tanuljuk, hogy úgy tanuljuk járni vele együtt, úgy, hogy kérd bennünket helyre. Erre kérem a testvéreket. Amen.
lelki megszerettél és megcsodáltál. Régi életed szilárd kerete, tüskés bozótja, csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma s a fételen ifjú tombolások. Tavaszok, nyarak, bánatos őszök, mind elmúlnak. Sárguló lombok zizegbe hullanak lábaik elé, megadva maguk. Elhagy a barát, és elhagy az ellenség is. Az élet minden édes melege megfagy. Elszáll a nap, röppennek az évek, elnémul ajkadon az öröm ének. Virág illattal együtt száll el a gyermekcipős, gondtalan élet. Ifjú álmok vízéges nedvje, s a férfikor dele fénye eleje. Temérdek terve, elmúlik mind. Ruhád kopik, az arcod ráncos lesz. Sima homlokod gondok, félelmek, könnyek, fájdalmak ekélye szántja. Görnyed a hátad, és vízna lesz a tested. Nehézé válik, durva, nagy kereszted. S ha leroskadtál kereszted alatt, mentő kezed éretted nem nyúlnak. És mikor mindezek végképp elmúlnak, közeleg a leszámolás napja. Akkor majd úgy látod, semmit sincs. Mit viszel magaddal? Ha minden elmúlik, mi marad neked? Megmarad könnyed, mint másokért sírtál, sóhajod, mint zokogva égbe bocsájtottál, betegek, bénák, kórház ágya mellől. Megmaradnak az égő hő imák, simogató, könyvtörlő kezed, elfelejtett jó téteményeim. Megmaradnak vígasz szavaim, lelkedben a lángoló szent hit, sebkötözésed, önfeláldozásod, alamizsnát nyújtó, forró szívdobogásod, és lelkedben az igaz szeretet. Az marad meg, amivé Krisztusban lettél, az marad meg, amit Krisztusért tettél. Amen. Újból a zenekar fog szolgálni. Jézusomat követem című énekkel, majd ifjú Szabó Mihály testvérszolgálatát hallgatjuk meg. Itt meg szeretném jegyezni, hogy ez az ifjú Szabó Mihály az unokája Szabó testvérnek, aki 35 éven keresztül szolgált körzetünkben. És úgy látszik, hogy testvérünknek szolgálata, imája nem húlt a porba, úgy a fia, mint a következő nemzedék, ugye is hiszük a következő nemzedék is, az Úrban fog majd szolgálni. Habár nem mint pásztor, de egy speciális kürt ez drága kincs, hogy mondja a Pál apostol is. Ő ilyen szolgálatot választott, hát az Úrra áldja meg is hallgassuk. Thank you.
sok szeretettel üdvözlöm a testvéreket, és tudom, hogy itt lehetünk együtt a zenekarral, és nem csak zenélünk, hanem szolgálunk is Istennek, és az ő nevét szeretnénk megdicsőíteni. Ahogy végignézek a gyülekezeten, ismerek azért egy pár személyt, és nem csak az zenekarban, de őket jobban ismerem, meg sűrűbben találkozunk, és vannak ismerős arcok. Most lehet, hogy engem nem sokan ismernek, így a testvérek vagy a jelenlevők, de azt kell mondanom, hogy azzal nem veszítettek semmit. De hogyha az Úr Jézus nem ismeri valakit, aki itt van ezen a helyen, mondhatom, hogy igenis sokat veszített és mindent elveszített hosszú távon. Egy igeverset szeretnék felolvasni a János evangéliumának a 4. részéből, a 4. résznek a 10. versét. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Amen. Hát nem beszéltem össze a karmesterünkkel, de amikor meghallottam, hogy az ajándékról kezdett el beszélni, akkor azon azt néztem, hogy egy kicsit át kell konfigurálnom a bizonyságtevésemet. Hát ezt az igeverset ugye a Samária asszony történetéből olvastam fel, nagyon jól tudjuk, hiszen a történetet és annak mozzanatait az Úr Jézus átutazóban van, Samárián keresztül, és Galileába tart. És ezen az úton megáll pihenni. Megállnak a tanítványokkal, a tanítványok elmennek ételért, és ő nevezetesen a Jákó kútjánál foglal helyet, és ott pihen. És egy samáriai asszony jön oda a kúthoz vizet meríteni. És amikor elkezdődik a beszélgetés, az asszony nem tudta, hogy kivel áll szemben, kit ismerhetne meg az Úr Jézus személyébe. És ennek az asszonynak ugye már, ahogy látjuk is, volt egy problémája, az ivóvízkészleti probléma. Tehát le kellett jöjjön a városból, azt olvassuk az igében, hogy vizet merítsen, és vigyen haza az ő városába, az otthonába. Tehát ez már is egy probléma, akkor még nem volt, aki korszerűsítve a vízhálózat, mint most, hogy csak megengedjük a csapot, és már jön is a víz, nem kell menni sehol. De az Úr Jézussal való beszélgetése során kiderült, hogy ennek az asszonynak más problémái is voltak. Olyan személyes és családi problémák, amelyek sokkal úgymondva mélyebbek voltak, fontosabbak voltak ennél a problémánál, amire ő kiment vizet, vízért menni, vizet meríteni. És lehet, hogy most úgy vagyunk itt némelyek, vagy úgy vannak itt a testvérek közül, hogy hát nekem annyi problémám van, annyi gond nyomja a szívem, és nem tudom, hogy mit tehetnék ezekkel, akkor kinek mondjam el, ki tud segíteni igazán, mi lesz velük, hogy fognak megoldódni. És jön a jövő hét, jönnek a hétköznapok, mi lesz vele. És azt látjuk az igében is, majd továbbá, hogy amikor az asszony elmondta ezeket a problémákat az Úr Jézusnak, az Úr Jézus felszabadította, megszabadította ezektől a gondoktól, mert átadta az életét az Úr Jézusnak, és hitt, ő benne hitt, benne, hogy el tudja venni ezeket a gondokat, és megoldotta a legfőbb problémáját is. Honnan tudjuk ezt? Mert amikor visszatér a városba, örömmel menjen, sietve, és bizonyságot tesz a város lakóinak arról, hogy kivel találkozott. Tehát, ahogy olvastam is, megismerte az Isten ajándékát, aki nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Befogadta a szívében, és már nem úgy ment haza, ahogy odajött, hanem egy megváltozott élettel, szívvel, mert átadta az életének, az életét az Úr Jézusnak. Hát
Én azt kívánom a testvérek számára, hogy legyen ez az estén sok ilyen megtapasztalás, legyen sok ilyen találkozás az Úr Jézus Krisztussal. Mert ő új életet, új szívet akar adni nekünk, hogy őt kövessük és őt szolgáljuk. Amen. Újból a zenekar fog szolgálni, Fenségednél nincs gondzó című ének, miután Kocsis Béla testvér szolgálatnak van. Thank you.
szeretettel köszöntöm a testvéreket, egy kicsit nagyobb tehetet hordozok, mint a testvéreim. Nem csak látszatlan, hogy a hangszerem után, hanem a Tamási gyülekezet kaptalás, a gyülekezetnek a üdvözletét is hozom, vagy a túlosok üdvözlete mellett. És mielőtt egy történetet elolvasni, néhány szót magamról szeretnék mondani. Teljesen átlagos, úgymond baptista hívő fiúnak tartottam magamat, és embernek egész életemben. Szüleim már kicsi koromban hoztak, bemutattak a gyülekezet előtt, aztán elmaradhatatlan résztvevője voltam a bibliaóráknak, és hát abban versenyeztünk ott néhány fiúval és lányal, hogy ki az, aki egész évben soha nem hiányzik a bibliaórákról, és elmondja mindig, és megtanulja a balajmondatot. Később aztán már nagyon korán tagja lettem az énekkal, meg a zenekarnak, és hát bejártunk a környéket. Minden gyülekezetbe elmentünk, mert megpróbáltuk megragadni azokat az alkalmakat, ahol le tudtunk telepedni megváltunk lábához. Persze néha olyan gondolta is, hogy hát majd lesznek ott Máriák és Márták is. És ezek, és így jutottam egyszer hozzátok, ideg van gyülekezetbe is. Körülbelül 41 éve jártam itt már egyszer. Idős dr. Vas Gergely testvér keresztül kereste Isten a mi szívünket, de abban az időben még nem éppen arról voltunk híresek, hogy válaszolgattunk ezekre a megkeresést. Ugye elrejtőztünk. Elrejtőztünk a terveink, a gondolataink, az álmaink mögé. Elrejtőztünk különböző kifogásaink mögé. Itt például az volt a kifogásom, hogy eljöttem ide, és akkor pont itt térjek meg. Térjenek meg az erdei testvérek, akik elkísértek akkor bennünket pont. Vagy térjenek meg a fenesiek, vagy azok, akik elrejtőztünk. A tényleg egy vicces kérdés. Tudják mi az a csontvázabok korban? A tavalyi bújócskának a győztesek. Na hát elmúlt a bújócskának az ér, mert egyszer Isten fia ángát talált. És úgy álltam ott előtte, mint egy csontváz. És amikor komolyan megtalált, akkor azt mondtam már, mit tudnál velem kezdeni a megváltó? Mit tudnál velem kezdeni Isten fia? Mi az, amire engem egy ilyen fiatal, akinek még a szavára sem hallgatok, akinek megakad a kezem a futamok között, mert akkor már zenéltem abban az időben. Mit tudna velem kezdeni Isten fia? Nem is nem volt a kérdés, hogy mit tud velem kezdeni, hanem hogy döntsek mellette. Döntsem el, hogy akarom őt követni, és akarom őt szolgálni. És amikor eldöntöttem, hogy igazából nem sok mindent vettem magamon észre, azóta eltelt jó néhány év, eltelt körülbelül 40, de minden, ami rossz történhetett az életben, én velem, azt mind saját magamnak szorgoskodtam össze, hogy azt a kifejezést használja. A saját akaratom szerint a döntéseinek a következményei voltak. Sokan azt gondolják, hogy ha valaki megtér, akkor nem történhetnek vele rossz dolgok, de nem. A megtérés nem a Mennyország kapuján való belépés, hanem a harcnak a megkezdése. Amikor a kísérlet nem tesz le rólunk, egész a mai napig sem nem tesz le rólunk, hogy megkísítsen, megfogjon és megejtsen bennünket, a ővele harcon szállunk, ez a megtérés. Ekkor kezdődnek a nehezebbje, ekkor jön a vastag. Én azt, amikor ezt a történetet el szeretném olvasni nektek, akkor ez bátorításul szeretném, hogy elhangzana mindazok számára, akik talán azt gondolják, hogy gyerekek még, fiatalok még, középkorúak és vagy idősek talán, és már nem tud, már nincs mit ajánlani, nem tudja őket Isten fia úgy felhasználni. Vagy esetleg mondjuk zenész kollégák, akik talán többet hibáztunk valamikor, most is többet hibáztunk. Isten csodálatos dolgokat tud kihozni az életünkben. A történet, hát lehet nem is történet, inkább azt mondanám tanmese. Egy kínai tanmese lehet ismerős is valakik számára, egy kínai vízforgalomnak a története. Elég érzelmes történet. Kínában egy vízforgalomnak volt két nagy cselédménye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényben volt az egyik edényen, volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt. És mindig egy teljes alagvizet szállított. A patakról a házi tartó hosszú
hosszú séta végén a megrepett edény már csak félig volt vízzel. Sok hosszú éven keresztül ment ez így. Minden nap a vízforgalom már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, és tökéletesen tette a dolgát. De a szegény törött cserép szégyelte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak fele annyit tudott teljesíteni. Sok év keserűség után egyik nap megszólította a vízfordót a pataknál. Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízfordozó így válaszolt a cserépedénynek. Észrevetted, hogy a virágokhoz ösvényen csak a te oldaladon nyílnak, és nem a másik cserép oldalát. Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról. És virág magukat szóltam az ösvénynek arra az oldalára, ahol te jársz. Minden nap az elveszettnek hitt vízcsepjeiddel te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk a házig. Két sok éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztal díszítse velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyoghatná be a házamat. Mindannyiunknak megvan a saját hibája, mindannyian törött cserépedényhez hasonlíthatunk akár, azt használhatjuk ezt a hasonlatot is. De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. Mit mondhatnék, ha eddig nem tetted volna, dönts még ma. Add át életed megváltó kezébe. Gyönyörű dolgok történhetnek meg általad. Amen. Köszönjük. Egy újabb éneket hallgatom meg a zenekar részéről, ő segíthet, miután Sallai Mária testvérnőt kérjük szolgálni. Thank you.
dicséret a soha el nem múló hívás. Kövess engem, hangzott először csaknem 2000 éve már. A Genezáret két hullámai beragyogta a fényét a napsugár. És odahagyva hálót, otthon, hultat, az első tanítványok elindultak. Azóta századok tűntek tova, de ez a hívó, szent Jézusi szó nem lényeg el soha. S várhattak rájuk próbák, szenvedések, mindig boldogai nyomába léptek, hogy elveszetteket keressenek, haláltól új életre mentsenek, békét hirdessenek, szeressenek. Áldott az a felejthetetlen óra, amikor ez a hívás felén hangzott, és elindulhattam a mester nyomában a boldog, szolgálatba hívó szóra. Élőn, győzedelmesen, feltámadottan Jézus ma is itt áll előttetek. Hív, hogy tanítványai legyetek, és szívetek boldog, új életről zengjen. Ma felétek hangzik a köves engem, hogy szemetek csodára csodára lásson. Legyen áldás minden elinduláson. Amen. Köszönjük szépen! A zenekar szolgálata következik, Csodás kegyelem című énekel, majd utána Sallai Krisztina megölteni. Thank you.
jelzett, hogy Jézus nyúlzana. Örvénylő hangok démoni káoszából tisztán csendül felém, világszíva erre hallgattatja. Csodás ereje van, leköti figyelmet, fogva tartsz, ébreszget, nem enged elveszem. Végtelen türelem, féltő, szent szeretet sugárzik belőle, s forró hulláma átcsap szívemet. Jézus hangja újra lesz közönyöm falán, válaszolnom kell rá, őszintén, igazán. A semlegesség családának, amit én nem rejtőzhetem el, mint a hívó szabát nem hallanám. Nem elhithetek konokul, van mód erre, de akkor rám tör vészjóskont bűnök tengere. Igáma környedek és búsrabbá válok, nem hatagzik rám fény, s nem ragyog fölöttem a boldogság. De ha igen, robban a szívem, s követem, új világkapuja nyílik meg csendesen, és szétoszlik a vak homály, földereg a fény. Nem lesz titok többé, mi véget vagyunk a földön, és mit kell tennem? Nem nézem unott közönnyel a világot, hű szívvel vállalom, mint Jézus rám szólt. Magamat széthoztam, és világítok. Addig, míg el nem jövök. Köszönjük szépen! Tehát azért, hogy felfrissüljünk, énekelni fogunk közösen is fennállva. Most a zenekar egy nagyon ismert éneket fog fújni, megkérjük Erno testvért is, hogy kapcsolódjon be, hisz ő is ért a zenéhez. Nincs szent öröm minden perc vele, ezt fogjuk énekelni. Van itt a teremben még két Halász Ferenc, hárman vagyunk, és az egyik közőle sokszor mondta nekem, amikor Aradi testvérekkel is fújtunk itt, hogy te Feri testvér, hát annyit kértető szolgáljának, nem fáradtak el azok az emberek, azt mondja. Hát mondom, azért jöttek, hogy amivel készültek, elfújják, és most így vannak a váradiak, és most még egy éneket énekelünk így közösen, és majd következik az ige hirdetés, utána pedig még lesz két ének az ige hirdetés után. Tehát álljunk fel, és próbáljuk. Thank you.
Köszöntöm nagy szeretettel a kedves testvériséget. Családunkkal együtt hozzuk az aradi reménység gyülekezet üdvözletét, köszöntését, küldi testvéri jó kívánságukat a itteni közösségnek, gyülekezetnek. Elég nagy a távolság, nagyon nagy ismeretség, kapcsolat van a két gyülekezet között, de jó volt ismerős személyekkel találkozni már, ahogy megérkeztünk, egyed Ernő testvér várta kint az utcán minket, aztán ahogy bejöttünk a terembe, itt újból jó volt a kedves testvérekkel találkozni, Dóth Zoltán testvéri, vagy Gedő testvér és még mások is, kevésbé, vagy inkább ismerősök. De jó találkozni mindenkivel, akik eljöttünk most ide, hisz Isten teremtményei, gyermekei vagyunk ilyen értelemben, és egy céllal jöttünk ide, hogy Istennel találkozzunk, meghalljuk, meghallgassuk az ő üzenetét. És ez az üzenet szólt, zengett a hangszereken keresztül. Ez az üzenet, amit sokféleképpen és sok rendben sugároz felénk, Isten szól a természetben, szól ott belül a szívünkben, a lelkiismeretünk hangján, szól az igében, az énekekben, és még sokféleképpen, ahogy Isten bánik velünk. Néha keményebb, hangosabb eszközökkel, néha pedig szelíd halk hangon szól hozzánk. Isten, hát becsüljük meg Isten hangját, és fogadjuk az ő üzenetét. Zeneszerető emberek vagyunk mi is, és nagyon örülünk a zeneszónak. Köszönjük szépen a testvéreknek a fáradhatatlan szolgálatát, és kitették a lelküket, leheletüket, beleadták ebbe, hogy szóljon a zene, szóljon az üzenet, és szóljon a Kürtisten dicsőségére. Próbáltam figyelni, hogy mennyire fogadják itt a hallgatók a zenét, és mi az, amit kivált. Hát volt, akinek jobban lehetett olvasni az arcában, volt, akinek kevésbé. De ebből is le lehetett szűrni, hogy vannak, akik nagyon szeretik a zenét, és látszott, hogy ott lüktet bennük a ritmus, és vannak, voltak olyanok is, akik nem annyira lelkesedtek ezért, vagy talán csak nem látszott rajtuk, nem fejezték annyira ki, és nem vagyunk ebben sem egyformák. A zene jó, a zene Isten dicsőségére való, a Szentírásban sokat olvasunk erről, végigvonul ez a teljes Szentíráson egészen az utolsó napokig, és végigvonul ez a földi életünkben az utolsó napokig, amikor szintén trombita fog szólni. Gyülekezetünkből az egyik testvér mondta el bizonyságtételben, az imaházban, hogy mivel közel laknak a kisállomáshoz, Újeladon, ezért egyik reggel hát trombita szóra jelent. Felébredt, hosszan szólt a síp, és hirtelen körülnézett, nem tudta, hogy akkor most mi van, hogy van. Ahogy még jobban kinyílt a szeme és tudatosabban körülnézett, hát kereste a családot, nem volt ott csak ő egyedül a házban. Arra gondolt, hogy vajon eljött az Úr Jézus és elragadta a többieket? Mi történt most, ha ő itt maradt? Aztán ahogy egészen felébredt, rájött, amikor a vonat még egyes síp volt, hogy hát csak a vonat síp volt és nem a trombita szó. De tanulság volt ez számára, és jó, ha erre is gondolunk, amikor a trombita szavát halljuk, hogy az utolsó napon az Úr meg fog jelenni arkangyal szavával és trombita szóval, Kánatostól árulja el nekünk ezt a titkot, amikor azt mondja, hogy én titkot mondok néktek, hogy el fogunk változni és el fogunk ragadtatni. Szentírásban legalább 100-szor meg van említve a kürt vagy a trombita, és hosszú története van ennek. Az első kürtök talán kos szarból vagy állat szarvakból készültek, és így az üreges csontszarv, amikor elkészítették és belefújtak, hát furcsa és érdekes hangot adott ki, nem annyira zenének használták, hanem inkább a katonaságban, katonai stratégiai céllal. Aztán később rájöttek, hogy lehet ezt egyéb eszközökkel is megoldani, részből és egyéb fém szerkezetekből. Aztán nem csak egy hangot tud az kiadni, hanem akár többet is, és így aztán már egész korán olvasunk a Landsuk, fóla és egyéb hangszerek készítőjéről, már az özönvíz előtt. De nagyon gyakran használták ezt a figyelmeztető szóra, amikor valamilyen baj, ellenség közeledett, megfújták a kürtöket. Mikor háborúba hívták az embereket, szintén megfújták a kürtöket. Hogy hogyan tudták megkülönböztetni ezeket? Biztos nem volt erre is a megkülönböztetési módszer. Aztán a pusztai vándorlásnál a vándorló népnek elő volt írva, hogy ünnepeken volt egy külön ilyen ünnep, a kürtzengés ünnepe. Amikor meg kellett fújják a harsonákat, a kürtöket,
akkor biztos másképp fújták, vagy más dallamokat, vagy más összetételben azt a hangszert, hogy mindenki tudta, hogy most nem menekülni kell, most nem a kardot kell előkeresni a sátor aljából valahonnan, hanem most ünnepelni kell. Ünnepel hív minket a trombita szó, és felüljongott az őszívünk is a tört szavával együtt. Ma már a figyelmeztető szó másképp történik, és nem a trombitát fújják az utcán, amikor valamilyen bajra szeretnének figyelmeztetni, hanem ott van a roálért, ezt a magyar nyelven, hogy vannak ilyen más, sokkal erősebb hangot kiadó berendezések, elektronikus szerkezetek, hogy egy egész városnegyedet képes felverni, felriasztani. Valószínűleg az ókorban és a Biblia időben nem voltak még ennyire szigetelt épületek, hajlékok, pusztai lángolás már biztos, hogy nem volt ilyen, hanem sátrakban, hát elég volt, ha megfújták a kürtöt, és messze elhallatszott, és figyelmeztette őket. Vagy amikor kimentek a harctérre, akkor szintén ez volt a figyelmeztető jel, a dobszó, vagy egyéb figyelmeztetés. Bármilyen módon figyelmeztessen is minket Isten, ma is szól a figyelmeztető hang, ez itt a lényeg. Aztán vannak, akik a telefonos figyelmeztető hangot is kikapcsolják, vagy kikapcsoljuk, mondjam őszintében, és vannak, akik nagyon komolyan veszik ezeket a figyelmeztető hangokat. Figyeljünk akkor oda ezekre, nagyon komolyan vegyük, vagy csak úgy mérsékelten. Vagy egyáltalán ne törődjünk ezzel. Hát lehet ezt vitatni. A kisiskolás könyvben, vannak itt látom kisiskolás gyerekek is, itt az első sorban, többen is, hátrébb is. Talán az első vagy második osztályos könyvben úgy neveztük akkor, hogy olvasókönyv. Ma már biztos nem így hívják az iskolában. Volt egy kis történet, ami a hazug pásztor legényről szólt. Volt az igazmondó juhászról is, de ez most a hazug pásztor fiúról szólt, aki vigyázott a nyájra, a bárányokra kint a domboldalon, az erdő szélén, és közben jó idő volt, az emberek kimentek a mezőre dolgozni. És unatkozott, szegény gyerek, lehet, hogy ti is szoktatok unatkozni, akár még az imaházban is. Ilyenkor mit csináltok? Együtt beszélgettek, suttogtok? Vagy hogy oldjátok ezt meg? Valamit mindig kitalál az ember, és ilyen találékonyak vagyunk. És ez a pásztor legény arra gondolt, hogy hát vicceljük meg az embereket, és kezdte kiáltani, hogy jön a farkas, jön a farkas. Az emberek ledobták a szerszámokat, és mindenki rohant, hogy segítsen a szegény fiúnak, hisz hát az ő bárányaik, ő juhaikról is szó volt. És amikor oda mennek, nagyot nevetett a fiú, hát nem volt itt semmi farkas. Az emberek visszamentek. Eltelt pár nap, az emberek kimennek dolgozni, folytár legény őrzi a juhokat, egyszer csak hallják, hogy jön a farkas, jön a farkas. Megállnak a munkában, egyet sóhajtanak, legyintenek, aztán folytatják tovább a munkát. És a farkas elvitte a bárányokat. Mert nem vették komolyan a figyelmeztető szót. Azt gondolták, hogy csak valaki tréfál, és hát velünk már ne tréfáljon, csak egyszer lehet velünk tréfálni, és többször nem. Becsapós ez tehát, és így vannak sokan a lelki figyelmeztetéssel is. Annyiszor hallották már, hogy a jót kell tenni, meg kell térni, Istenhez kell fordulni. Hát annyit mondják a tévében is, a rádióban is, meg a imaházakban is, hogy egy idő után már megszokják. De veszély ez azok számára is, akik rendszeresen járnak imaházba, és hallgatják Isten szavát, mert egy idő után már a fülünk, a szívünk nem érzékeny erre a figyelmeztetésre. Ugyanis, ha minden nap halljuk a figyelmeztetést, akkor egy idő után már megszokjuk. Már nem félünk. Figyelmeztetésnek pedig épp az a lényege, hogy megállítson, megijesszen. Szülők is gyerekkoromban, amikor nagyon gyakran kezdték, végezték, hogy ezt meg azt nem szabad, vagy gyakran figyelmeztettek. Időtől már meg sem hallottuk azokat, és nem nagyon figyeltünk oda. Hát nem volt ez jó. Ne tegyünk ki, hogy mennyien jó atyánkkal. Isten kegyelmes szól kétszer, vagy háromszor is, csak hogy az emberek nem ügyelnek rá. Nem figyelnek oda. Sajnos emberi gyarlóság, emberi gyengeség, ez megvan ennek az oka, a magyarázata. Most nem részletezzük ezt teljesen, egy ilyen kifogást azért meg fogunk említeni. Aztán egy másik akadálya ennek a sokféle álhír. Mit higgyünk, mit ne higgyünk. Bonyolult világban élünk,
Valamikor ezelőtt 50-100 évvel még amit mondtak fentről, az úgy kellett legyen. És ha visszamerünk még korábbra, több száz évvel ezelőtt, a középkorban, akkor az embereknek nem igen jutott eszükbe, hogy amikor parancs érkezett, hogy kezdjenek gondolkodni, hogy hát akkor most fogadjuk, ne fogadjuk, hogy álljunk hozzá, elhiggyük, ne higgyük, engedelmeskedjünk vagy ne. Amit a vezetők mondtak, annak úgy kellett történni. Még a mi gyerekkorunkban is, amit a szülők, vagy a tanítók mondtak, vagy a rendőrök, vagy a vezetőségben levő, az számunkra egyértelmű volt, és azt azonnal cselekedni kellett. Nem sokat változott azóta a világ, ugye az iskolában, mint a családokban, gyermeknevelésben, a gyülekezetben, a gyülekezet fegyelmezésben, vagy a templomoknál, vagy akár a községek, falvak életében látjuk ezt. De a figyelmeztetést akkor is komolyan kell vennünk. Ma már rádióban, tévében, interneten, telefonon és mindenféle mediatizált eszközön érkezik hozzánk a szó, a hírek, figyelmeztetés. Hát még mindig vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy amit a újságír, vagy a tévében mond, az igaz. A többség azért már rájött arra, hogy nem éppen úgy van az, hanem ezt is meg kell szűrni, ezt is meg kell vizsgálni. És ezt sem lehet állandóan nap mint nap hallgatni. Annak, akik a járvány időszak alatt jöttek rá erre, hogy álljunk meg testvérek, hát az sem jó, hogyha minden nap figyeljük és hallgatjuk a híreket, vagy mikor pontos óra van, mindig bekapcsoljuk, és aztán kezdik, végzik, mondják nekünk újra és újra, mert betöltik a szívünket félelemmel, bizonytalansággal, és utána ott van az a remegés, és már másra sem tudunk gondolni, hanem csak a veszélyre. Ez a másik oldala, a másik véglet, amikor az ember annyira betelik a félelemmel, a remegéssel, hogy már nem tud egy évre gondolni. Hívő emberek vagyunk, és Isten nem azért figyelmeztet, hogy állandó félelemben éljük az életünket, hanem azért, hogy elkerüljük a bajt, megszabaduljunk a bajból. Kijöjjünk onnan a biztonságba, a békességre. Aztán szenzációkeltés az oka sokszor annak, hogy híreket, álhíreket terjesztenek az emberek között, különösen most, amikor olyan könnyű egy hírt terjeszteni, vagy továbbítani, olyan könnyen elmegy, nem csak az egész faluba, hanem az egész világra, másodpercek alatt a hír, vagy az álhír nagy felelősséget, és ez egy egyféle eszköz, önmagában nem rossz, hanem rossz az, amikor rosszra használják. Mert semmi sem bűn, vagy rossz önmagában, hanem a bűn annak, aki helytelenül él azzal, helytelenül használja, vagy helytelenül fogadja ezeket. Hát Isten adja a bölcsességet mindenkinek, hogy hogyan éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és adjunk elő egyensúlyt a mi életünkben, kellő mértékben tudjuk a figyelmeztetést meghallani, megérteni, és megérteni a teendőket azután. Aztán figyeljünk ne csak a világhírekre és az események figyelmeztetésére, hanem főleg Isten szavára. Ezekben is észre lehet venni Isten hangját. Sajnos az ilyen hírek is úgy vannak, hogy pár napig nagy hír, aztán utána elfelejtik az emberek, megy tovább az élet, vagy jön valamilyen másféle hír. Úgy olvastuk az igényben, hogy emberfia, őrálul rendeltelek téged. A prófétának szólt ez elsősorban Ezékielnek, de nem csak Ezékielt, hanem minden hívő embert Isten megbíz egy felelősséggel, és mindannyian felelősséggel tartozunk egymás felé. És hogyha annak itt már olyanok, akik meghallották már Isten figyelmeztető hangját, amikor Isten szólt, hogy vigyázz, mert a kárhozat a veszedelem felé rohansz, a lejtőn egyre inkább felgyorsul a te életutad, és nem jó irányba visz, akik ezt meghallották és megfordultak, visszatértek, azoknak szól ez a figyelmeztetés, hogy ám megszabadultunk, de még ne könyveljük el, hogy most már minden rendben. Hanem gondoljuk másokra is, akik még nem fordultak vissza, és ugyanabban a rossz irányba haladnak, hogy rájuk is gondoljunk. És ez egy felelősség, hogy egymást figyelmeztessük. Az a dolgunk, hogy ilyen útjelző táblák legyünk az út szélén, és a mi életünk legyen ilyen bizonyságtétel, ilyen útmutató mások számára. És ha van lehetőség, akkor szavakkal is tegyük ezt, amikor pedig nincs lehetőség, akkor a viselkedésünk, a cselekedetünk mutasson utat az embereknek. Így van ez? Így történik? Mert ha Isten nekem megmutatta a jó utat,
és a többieket hagyom, hogy azért menjenek csak tovább a rossz úton, akkor ezzel vétkezek, és Isten számon fogja ezt kérni rajtunk. Óriási felelősség tehát. Hogyan mondjuk tovább a figyelmeztetést, és hogyan terjesszük ezt a hírt? Említettem az előbb, hogy sokat változott a világ. Hát a lelki téren, az evangélium érének a terjesztésében is úgy látom, hogy eléggé visszafogottabbokká váltunk, és már nem tudjuk olyan határozottan hirdetni és mondani, figyelmeztetni az embereket erre a nagy veszélyre. Ha pedig a trombita nem mond, nem szól határozottan, és nem nincs határozott körzengés, akkor kicsoda készül a harcra. Határozott-e, világos-e a műzenetünk? Vagy néha még mi is elbizonytalanunk, hogy hát jaj, ki tudja, hogy lesz. Hogy lesz az áragadtatás, meg a feltámadások sorrendje, meg hasonlók, és a hívő ember is könnyen visszafogottá válik, ne sértsük meg őket, hát kit lehet ma már bűnösnek nevezni, vagy kinek mondjuk, hogy elkározik, hát mindenki keresztjén is próbál elkölcsös, becsületes életet élni, ez nem elég. Megtérésre hív az Úr. Nagyon egyértelműen hangzott, olvastuk, és tehát megismétli újra és újra, hogy térjetek meg Izrael háza, hogy el ne veszetek. Hirdetjük ezt, mondjuk ezt. Aki valóban megértette ezt az üzenetet, és ott van a fülével a körzengés, a figyelmeztető szó, az igenis továbbítja ezt a szót mások felé. És meg kell tanulnunk minden korban, minden időszakban érthetően közölni ezt az üzenetet. Nem kell ehhez szikornyás szavakat használnunk, vagy régies kifejezéseket, hanem nagyon is egyszerűen és érthetően erre kell törekednünk, egyszerűségre, érthetőségre. Van erről egy humoros kis történet. Kiállt két ember az útra, és figyelmeztetni akarták az embereket. Kiírták egy nagy táblára, hogy ember, térj meg, mert ha nem késő lesz. És aztán tartották ezt a táblát az út szélén, jöttek az autók, és nézték, elolvasták, az emberek még egyesek integettek így, mások így, hogy a fejüket csóválták, ó, ezek az emberek megint. Aztán így elment egy néhány autó, megszólal az egyik az út szélén, és odaszól a másik figyelmeztetőnek, hogy te, jól írtuk mi? Nem kellene inkább úgy írjuk, hogy nincs meg a híd? Ugyanis elvitte a víz a hidat, és erre akarták figyelmeztetni az embereket, ezért álltak oda a táblával, hogy ne essenek el a szakadékba, a folyóba, és ne legyen káruk, vagy ne halljanak meg. Valószínűleg nem történt ez így meg, konkrétan, de átvitt értelemben hányszor és hányszor megtörténik ez. Hogy az emberek nem értik, vagy nem figyelnek oda, de vajon mi egyértelműen mondjuk-e a figyelmeztetést, a jó hírt? Ha valaki hallja a kürt szót, olvastuk, akkor annak felelőssége van. Az őrállónak nagy a felelőssége, hogy fújja, vagy nem fújja a kürtöt. Így van itt felvezetve, kissé részletesen. Nagyon oda kell figyelnie, hogy olvassuk, hogy követni tudjuk a prófétai üzenetet. Ha megfújja az őrálló a kürtöt, akkor ő fel van mentve, más a saját bűne miatt hal meg, akit utolér az ellenség, de ha nem fújja meg, akkor ő is ugyanúgy elvész, és Isten az életet számon kéri az ő kezéből. Vér rajta, kemény szavakkal fejezi ezt ki. De nem csak az őrálló felelősségéről van itt szó, hanem azokkal, akik hallják a szót, az őrállónak a szavát. Ma is vannak őrállók, akik szólják és hirdetik Isten igéjét, és vannak hallgatók. Hogyan hallgatjuk, és hogyan reagálunk ezekre? Ha valaki hallja, de nem törődik azzal. Vannak, akik törődnek ezzel, és vannak, akik nem törődnek. Két csoportba osztik ez a világ. Nagy kérdés, hogy melyik csoportba tartozol. Törődök a figyelmeztetéssel, vagy nem? És reméljük, hogy amikor a végére érünk a prédikációnak, mindenki előtt egyértelművé válik, hogy csak ugyan törődöm-e én Isten szavával, az ő figyelmeztetéseivel eléggé, vagy sem. Spurgeon az egyik prédikációjában érdekes összeállítást alkot, és felsorolja azokat a kifogásokat, amelyeket az emberek előhoznak, amikor hallják a figyelmeztető trombita szót, és nem reagálnak arra úgy, ahogy kellene.
És pedig azt írja, hogy az első azzal a kifogással jön, amikor számon kérik, hogy hát nem figyeltem oda. Igaz, hogy mintha valami hallatszott volna, de nem voltam figyelmes, el voltam egyebekkel foglalva, annyiféle gondom van nekem, hát valamit hallottam, de nem figyeltem oda, és nem vettem észre, hogy a kürt szól. Gondoltam csak a vonatsíkból, vagy hasonló. Ez nem lehet kifogás Isten előtt. Hisz valóban oda kell figyelnünk ahhoz, hogy megértsük Isten szavát. Sokan félnek Isten szavától, ezért nem figyelnek oda, amikor talán egy igehirdetés van, amit az interneten vagy a rádióban inkább váltanak. Vannak, akik annyira félnek Isten szavától, hogy nem jönnek el egy evangelizációs alkalomra, mert félnek, hogy Isten szavát tényleg meghallják, és akkor ez nyugtalanná teszi, és akkor valamit tenni kell, és nem akarnak változni. Pedig ez a megoldás, a változás. Megtérés, ugyanazt jelenti a két szó. Maros megyében, az első szolgálati helyünkön, hát olyan vidéken voltunk, ahol kevesebb tudtak a hívő emberekről, baptista gyülekezetekről és megtérésről. Volt, aki nem is értette, hogy mit jelent ez a szó, és meg kellett magyarázni, hogy ez mit jelent. Aztán magyaráztam, hogy ez változást jelent az ember életében. Jó irányba történő változás. Mikor az ember eldönti, hogy megfordul, megváltozik, és attól kezdve másképp fog élni. Isten nevét hívja segítségül, hisz önmagunkban nem vagyunk elég erősek erre, és nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni. Életútunkat, életirányunkat sem. Ez tehát a megoldás. Nem mondhatjuk, hogy hát nem figyeltem oda. Az ember arra figyel oda, ami érdekli, ami fontos számára. Arra nagyon oda figyel, akkor lépjünk egy kérdéssel vissza, mi a fontos számodra, kedves hallgató? A pénz, egészséged, munkahelyed, családod, lelked üdvössége, többiek üdvössége, akik körülötted vannak, hogy éljenek örökké és el ne vesszenek, mert a hisz Jézusban annak örök élete van. És ezért jött az Úr Jézus, ezért halt meg. Másik kifogás, jön a másik és azt mondja, hogy nekem nem tetszik a trombita. Én is szeretem az zenét meg a hangszereket, de valahogy a kürt az nem jön be. Egyik idősebb testvérő mesélt el, hogy gyerekkorában elvitték egyszer az imaházba, szilánkságból. És hát kisgyerek volt még, és amikor rázendített a fúrós zenekar, akkor ő úgy megijedt, hogy ki kellett vigyék. Kezdett reszkedni és sírni, mert az erős hangra megrémült. Azóta szereti ő is a zenét, meg a fúrós zenét, de nem mindenkinek egyforma az ízlése. Ám ugyanezt mondhatják némelyek, hogy ám nekem nem tetszik az ige szóló. A prédikátor, vagy a helyi lelkipásztor, vagy a vendéglelkipásztor, vagy bárki, és ezért nem foglalkozok, vagy nem indulok el az ő szabán. De miközben az őrállóhoz annak, aki hallja a figyelmeztetést. Nem az őrállóra a hangsúly, nem azon, hogy mennyire szimpatikus vagy nem, hanem a figyelmeztetésre kell helyezni a hangsúlyt. És nem arra, hogy ki mondja. Bárki mondja is, ha igaz az, amit mond, akkor azt meg kell szignálni és meg kell cselekedni. Nem tetszik a trombita, nem tetszik a trombitás. Azt mondja a negyedik, nem gondoltam, hogy nekem szól. Jó, hát lehetnek veszélyek, különféle veszélyek, de pont én nekem szóljon ez az üzenet. Pont én. Az egyik költő úgy fogalmazta meg, hogy az ember azt gondolja, hogy mindenki más halandó, kivéve engem. Mindenkinek szüksége van az evangéliumra, kivéve nekem. Vannak, akik azt mondják, hogy hát kérjenek meg a gonosztevők, a bűnösök. Nem mi vagyunk, mi becsületes polgárok vagyunk. Börtönben vannak a bűnös emberek, akiket elítéltek. Nekik van szükségük megtérésre. Így van. Nekik szól Isten figyelmeztetése? Minden embernek szól Isten szava. Mindenkit hív Isten a megtérésre. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Hisz mindnyájan vétkeztünk. Mindnyájan, mint a jók, szétszóródtunk a magunk feje után. Az egyik kedves testvér úgy hirdette az igét, hogy mindannyian háttal születünk Istennek, azután elindulunk a saját fejünk után, és egyre távolabb jutunk Istentől. Ezért kell visszafordulni, ezért kell megtérni.
Nekem szól tehát az üzenet, nekünk szól, akik itt vagyunk ma este, egyenként személyesen. Azt mondja az ötödik, nincs időm, nagyon elfoglalt vagyok. Szép, jó, megértette, meghallotta, köszönöm szépen, de rengeteg dolgom van, most nincs időm. Ismerős ez a kifogás, ismerős ez a hang. Lehet, hogy most erre a délutáni evangelizációra is kihogatta a szomszédokat, ismerősöket, és ám voltak olyanok is, akiknek nem volt idejük, még vasárnap sem, hogy foglalkozzanak a lelkükkel, az örök üdvösséggel. Vajon mit gondolnánk arról az emberről, akinek nincs ideje kijönni az égő házból? Hallja, figyelmeztek és mondják, jó, jó, megértettem, de nekem most nincs időm. El vagyok foglalva. Abszolút, ugye? Ellentmondásos. Ne jöjjünk ilyen kifogásokkal. Amikor Maros megyében hívogattunk embereket Isten tiszteletre, olyankor volt, aki elutasított, azt mondta, hogy mi közöm nekem ehhez, nem megyünk mi. Aztán volt olyan is, aki bólogatott, és azt mondta, hogy jó, elmegyünk, köszönjük szépen a meghívást. Ennyi. De nem kérdezték meg, hogy hol, hány órakor, melyik nap, hanem csak igen. Hogy befejezzék a beszélgetést, és illedelmes módon aztán lerázzák az embert. Így lehet Istent is lerázni, vagy nem lehet? Nem lehet Istent ilyen könnyen lerázni. Embereket ugyan meg lehet játszani és meg lehet téveszteni, de Isten soha, hiszen ő belemált a szívünkbe, jól tudja, hogy mire van szükségünk, látja a gondolatainkat is. Előtte nem lehet csak úgy szépen bólogatni, mert ő a szívünket figyeli. Szívünk válaszát várja az ő figyelmeztetett szavára. És az élet cselekedetünk válaszát várja, hogy mi történik azután. Ugyanis, amikor meghallották a veszély szavát, a riadó hangját, akkor nem is éppen az volt a lényeg, hogy hogyan válaszolnak az emberek szavakkal. Teljesen elégedett volt, hogy valaki azt mondta, hogy nem megyek én sehova. De aztán kapta a csomagját, és aztán menekült, ahogy csak tudott. Mint Jézus példázatában a két fiú, küldi az apjuk a szőlőbe, nem megyek én sehova. Aztán megvonulta magát, és elment. A másik éppen fordult, hogy nem, édesapám, rögtön indultam, aztán elfelejtett elmenni. Aztán van egy másik kifogás és másik veszély, a halogatásnak a veszélye. Amikor halljuk a figyelmeztetést, akkor ne halogassuk. Ez talán a legkifinomultabb fegyvere az ellenségnek, a sátánnak, hogy nagyon jól mondják, így igaz, és elhiszem a Biblia szavát, de majd. Aztán még meggondoljuk, adjunk időt. Van még idő. Hát nem tudjuk, hogy mennyi idő van. Testvérünk, amikor itt a program közben mondta, hogy aztán még két zeneszám is következik az ige hirdetés, a prédikáció, azzal biztatott, hogy testvér, van időnk, csak egy vasárnap van. Gondolkoztam ezen a szóval, hogy egy vasárnap van? Hát egy héten egy vasárnap van, így igaz, testvér. De hogy kinek hány vasárnap van még hátra, ezt senki nem tudhatja. 6 évvel ezelőtt, amikor ifjúsági csoporttal szolgáltunk itt ezen a helyen, azóta szépen felújították a testvérek az imatermet is. Hiszem, hogy a lelkük is frissült, újult, megerősödött az évek során, és adja az úr, hogy ez így folytatódjon. Emlékszem, hogy kerestem, hogy hol van egyed Józsi itt felesen, rokonság kapcsán, és hát itt volt, itt ült elő, idegetek. Sajnos elég lazán tartottuk, meg tartjuk a rokoni szálakat. És ő most tudjuk, hogy nem lehet itt. Mert nem adatott meg, nem volt olyan nagyon idős, de nem adatott meg neki ez az alkalom, hogy sok vasárnapot megérjen. Nem tudom, hogy milyen lelki állapottal ment ő tovább, és hogy állt meg az úr szín előtt, hogy válaszolt ő a figyelmeztető szóra, talán a helyiek jobban tudják ezt, az ő még jobban tudja, hisz ő a szívek vizsgálója, ő az ítélő bíró, nem ránk bízatott ez a szolgálat. De ne halogassuk, amikor szól Isten figyelmeztető szava. A riadó szónál nagyon fontos az azonnaliság, a gyorsaság. Katonaságnál, amikor riadót fújnak, akkor nem úgy immelámmal kellett ám szedelőzködni, hanem nagyon gyorsan
és a legrövidebb időn belül felkészültem ott állni, és indulásra készen lenni. Hát így fogadok, és így hallgassuk mi Isten hangját, amikor ott belül figyelmeztet. Kívül is, belül is figyelmeztet minket az Úr. Ha a szívünkig eljött Isten szava, akkor fogadjuk meg azt. Aztán, ha meghallottuk Isten hangját, ha törődünk Isten hangjával, akkor még van egy következő lépés is, hogy lépjünk Isten hangjával. Ha komolyan veszem Isten hangját, akkor történjen is valami. Tulajdonképpen ez dönti el, hogy komolyan vette meg vagy sem Isten hangját. Hisz nem beszédben áll Isten országa, hanem cselekedetekben, valóságban, említettük az égő házban levő embert, elhitte a figyelmeztető szót, hogy ég a ház, ha nem jött ki. Hát hiába mondta, hogy úgy van, igen, hiába bólogatott, nem hitte el valójában, mert nem indult el és nem tett lépéseket. Isten megtette a lépéseket, régen azt mondták az idősek, hogy 100 lépést tett és tesz Isten felé, amíg mi egyet teszünk ő felé. Valóban így van, hajlandó vagy-e megtenni ezt a lépést? Ezt az egyetlen lépés. Nem könnyű lépés, igaz, a megtérés lépése. De Isten segítségével lehetséges megváltozni, megtérni és megszabadulni a veszedelemről, hisz veszedelemre van ítélve ez az egész világ. És sokféleképpen hangzik a figyelmeztető szó a világhírekben, hangzott ezelőtt pár évvel a járvány időszakban, aztán hallunk háborúkról, háborúk híreiről, ám meg ne rémüljetek, mondja Jézus a benne hívőknek, de azoknak, akik még nem tértek meg és nem hisznek benne, talán azt mondaná az Úr Jézus, hogy ti féljetek és rémüljetek meg. Mert a figyelmeztető szó azért szól, hogy megrémítsen minket. Nem azért, hogy elaltasson, nem azért, hogy elrígasson minket. Katonaságnál volt takarodó is, amikor a trombita úgy szólt, és akkor mindenki lefeküdt és pihent. De Isten figyelmeztető szava azért szól, hogy felrázza az ember, hogy felébressze a bűn álmából, és azért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hallod-e a kürtszót? Komolyan veszed-e a kürtszót? És mit teszel azután? Ez itt a nagy kérdés. Meghallottuk most is, hallgattuk szépen a zeneszámokat, Isten üzenetét, a prófétai igét. Mit teszek azután? Most, amikor vége lesz az Isten tiszteletnek, éneklünk, amen mondunk, hazamegyünk. Mi történik holnap? Jövő héten és azután változik-e valami, majd marad minden a régi, és minden megy tovább. Hallottuk a samáriai nő történetéből, hogy elhitte a figyelmeztetést Jézus szájából, és ezt onnan tudjuk, hogy elindult és elmondta másoknak az egész faluban. Ha te szívedben hiszed, és ha te száddal vallást teszel, akkor üdvözülsz. Gondolkodtunk ezen, hogy miért van összekapcsolva a kettőt? Hát nem elég csak hinni. Máshol azt mondja az ige, hogy higgy az Úr Jézusban is üdvözlődsz. Miért kell a szánkkal is vallást tenni? Miért gyakoroljuk, mint a személyes bizonyságtételeket? Miért kell azt másnak is elmondani, hogyha Isten megváltoztatta az életemet? Azért, mert csak akkor valódi, és akkor igaz. Aki kételkedik, onnan lehet elsősorban megtudni, hogy ha valamiben kételkedik az ember, azt nem meri kimondani. Nem biztos benne. Szép. Fél attól, hogy megszégyenjük. De ha valaki határozott és biztos abban, ami ott van belül, az bátran kimeri mondani. Az bátran elmeri indulni és lépéseket tud tenni. Befejezésül még egy kis történetet volt életéből. Amikor figyelmeztette a közvetlen családi kört, hogy Sodoma el fog pusztulni, vajon elhitték? Az ő vejei azt gondolták, hogy biztosan csak tréfál, mint a hazug pásztorregény, és nem indultak, nem mentek ki Sodomába. Még neki is nagyon nehéz volt kimenni, és a feleségének és a lányainak feleségeid az ki sem jutott, vajon miért? Már nem indultak el a figyelmeztető szóval, nem indultak azonnal, késlekedtek, és az angyaloknak már kényszeríteni kellett őket kézzel fogni, hogy kivezessék onnan. Vannak, akiket rettentéssel kell kiragadni a tűzből, hát mi nem várjuk meg az utolsó pillanatot. Most van a kegyelem idő, itt van az üdvösség napja, ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Az Úr nem gyönyörködik a bűnös ember halálában.
nem akarja, hogy az emberek elveszenek. Az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az embereket, hanem hogy megtartsa. Ő megmutatta az életútját, ő maga az élet számunkra. Ezért szól az ige, visszhangozzon ez szívünkben, amikor Isten házából tovább megyünk a szene szavával együtt, amikor visszhangzik tovább a fülünkben, szívünkben, vagy a következő napokban Isten szava legyen ott. Térjetek meg gonosz utaitokról, miért hallnátok meg, ó Izrael háza. Amen. Amen. Ezt a programot nem én írtam, hanem Kerezsi József testvér küldte, és van itt még két ének, gondolom meghallgatjuk őket, aztán majd imádkozunk, záró éneket énekelünk. Az egyik isteni szeretet is, mivel vannak itt pót zenékek is, a feleségek, mi ezt már egy jó hónapban gyakoroltuk, tanultuk, és rá is kérdezett Kerezsi testvér, hogy megtanultuk meg. Hát az isteni szeretet, ez az utolsó a mi füzetünkben, aztán pedig ó, jöjj velünk, testvérünk is erre szólított fel bennünket, még ezt a két éneket hallgassuk meg, aztán imádkozni fogunk, és majd közösségnek a záró éneket is fogunk érteni. Hát akkor most az Isten szeretet. Thank you.
barátom, aki már hívő családban született, nem lett hívő, hanem járta a saját életét, és vasútállomásnál dolgozott, és valahányszor temetés volt Aladon, mindig ott ment el a hívőknek a közössége, akik a gyászmenetet kísérték. És mindig fúvózzának kísérte a gyászmenetet, és egyik nap azt mondja, hogy ott ültem, és italoztam egy kocsma előtt, úgy szíven talált a hívő embereknek a zenekara, hogy fújták a trombitát. És azt mondja, magamba szálltam, és azt mondtam, hogy az édesapám imaházba jár, édesanyám imaházba jár, testvéreim imaházba járnak. Hát én mit keresek itt? És azt mondja, végig hallgattam, ahogy a testvérek elmentek, végig a temetőig, és azt mondtam, én ide többet soha nem jövök. És azt mondja, tudjátok, én többet a kocsmába nem mentem. De elmentem szüleimmel, elmentem a gyülekezetbe, megtanultam én is trombitálni, és ide jöttem, és itt maradok. Hát adja az Úr, hogy legyenek még ilyen megtérések a trombita hangjára, szavára, akik azt mondják, itt nincs keresni való. Ide jövök Isten házába, az Úr Jézus lábaihoz, és adatott ez az ajándék, hogy valaki fújja a trombitát, hogy énekeljen, vagy más zenét végezzen, akkor az Úr dicsőségére hadd végezze azt. A másik ének, hogy jöjj belül, ezt még fújják el a testvérek, mert hallgatjuk őket, és aztán közeledünk a bezáráshoz. Thank you.
ígért pecsételje meg Szent Lelke által, hogy hozzon változást mindenki szívében, életében. Köszönjük szépen Salai testvéreknek, hogy eljöttek Aradról, a nagyváradi testvéreknek, hogy eljöttek Váradról, a remeteieknek, hogy eljöttek Remetéről, Velényesből, Kárkányból, nem is tudom, nem akarok senkit kihagyni, végül pedig a tanúsért. Köszönjük, hogy eljöttetek. Az a szívem vágya, kérésem, hogy gyertek a jövő vasárnap is. Szívesen látunk benneteket. Nagyon lesz az örömünk, ha itt ültek velünk a parkban, ha velünk együtt énekeltek, velünk együtt imádkoztak a jövő vasárnap is. De életünk minden napjában. Hadd szolgáljuk az Urat. Néhány igeverssel köszöntetném a testvéreket, úgy nagyváradiakat, mint az aradi testvéreket, a remedélyeket, belinyesieket. A Timóthoyoshoz írt második levél első részéből két igevers, a 13-as, 14-es igevers. Az egészséges beszédnek példáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Amen. Vigyétek szeretetteljes köszöntésünket. Most közösen fogunk énekelni egy éneket, utána Sallai Jakab testvér fogja bezárni imával alkalmunkat. És nekem még lenne egy kérésem, mivel az énekek, amiket küldött Kerezsi József testvér, még van két nagyon szép ének, amit megtanultam. A kis hiány elmehet, aki akar maradni, maradhat. Az egyik szabadítóról zengi énekem, a másik szeretetet. Majd a közös ének záróima után fújjuk el még ezt a két éneket. Mi is egy hónapig fújtuk, gyakoroltuk, hát akkor fújjuk el. Kérjük az éneket. Ma este én kegyelmesen ki volt a Jóisten bennünket emlékeztetett, vagy csendesen, vagy hangosan, bár lenne a válaszunk, hogy jövök, jövök, a szívem átadom Uram.
Köszönjük figyelmeztetésedet, ami szeretetből fakad, mert úgy szeretted ezt az egész világot, hogy a te fiadat adtad. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokszor figyelmeztettél, már bocsáss meg, hogy nem mindig hallgatunk a te szavadra. Urunk, most azokért könyörgök, akiket már többször figyelmeztettél, de még mindig nem tudtak megtérni. Kérlek, hogy készséget, engedelmességet az ő szívükbe. Tartsd meg ígéd üzenetét mindannyiunk szívében, segíts érezni annak felelősségét, és segíts cselekedni azt engedelmesen. Amen. Amen.